srácok, üdvözlök mindenkit a leges legújabb videóba, amiben búzát visznek el jelenleg. Próbáljuk itt az új John Deere-unkat, és nem próbáljuk, hanem már dolgozunk vele nagyba. Fentük ide mászni vagyok. Az oblom elé is, az alsó oblom elé. Jó, jó, jó. Erre van kíve, nem? Igen. Beálltok az oblom elé is, vagy kicsit. Jó. Mondom én neki. Ha kell neki biztos egy jó másfél óra, nem? Egy óra biztos kell neki másfél. Igen, mert ne bonsuk meg jobb a 3-400 kiló. Na, úgyhogy ezt csinálok itt ma, és úgy gondoltam, csinálok erről egy vlogot. Viszik el a búzát, mert a helyére jön a kukorica. Próbáljuk tárolni, hát ha eláll. Halló Csabi! Tegyél egész ebbe az oldalába! Azaz! Jó! Jó, jó, jó! Úgyhogy aki nem látta a bemutató videót, az nézze meg. Nagyjából megpróbáltuk bemutatni a kis John Deere-unkat, amit nemrég vettünk. Csekkoljátok le. Ha tetszik ezt a vlog, akkor mindenképp dobjatok egy lájkot. 1500 lájkot. Csak hogy mutassam, hogy látsz, hogy olyan jól. Olyan 3-400 kiló körül, inkább 400 kiló megyen. Meg fogjuk csinálni erre egy magasítót, hogy több menjen vele, de most így nem volt még rá időnk, de lassan megyen ez így is. Jobb, mint kérni mindig kölcsön, meg mást hívni. Innen viszik el. Ide meg hozzuk helyette ma a kukoricát. Nem biztos fel fog az innen férni. Jó utali van. Ide lett rakva alá, hogy nehogy oda ragadjon, de olyan sokat nem védett. Ez a nájlon is. Uff, te vége, te! Nincs utára ragad a motót a nájló. Add csak ide a lapátot, innen túrt fel. Hozzá már egy vedet mindig. Seppel ide egyre. Oda seppre, innen megy.
A piszkot nem tesszük bele. Zeus, mit szólsz ez a munka folyamathoz? Tetszik neked az új gép? Mit üzent a nézőknek? Hány ezer lájkot kírsz? Na hát akkor légy szíves. Megy, ez elég szaporá. Nem is gondoltam, hogy a szaporán megy. Majd mindjárt felveszem a csebés a kamerát, csak most itt kívülről gondoltam, bemutatom, bejelentkezek. Ez a munka folyamat itt jelen pillanatban. Simán felír a kamionra ég. Ja, ez a kutya. Jön felé mindig. Na úgyhogy mindjárt Csabinak feladom a fejére a kamerát, azt akkor majd nem biztos fog benne beszélni, de nem baj. Nem az számít. Na jó lesz, papi? Mi? Hát megy ez elég szaporán, te. Ott körül megyen négy mázsa. Csak 10 tonnára kell hozni. A 20-30 kupon. Hát már mit 10-et? Az ember beült a járműbe. Majd vigyek innen is. Viszi mindenhonnan. Állj meg Csaba egy kicsit. Mehetsz!
száz gyerek itt csinálva helyet a kukoricának. Az új traktorra. Nem tudom, hova lett, valaki megette. Úgyhogy inkább beülök. Ez a szar már nem tapad az ablakra. Nem is
kínozok itt tovább ide. Ott most így jöttem, hogy remélem, hogy így is megfelel a célnak. Pont ilyenkor kell mindig jöjjek az utcán ember. Megint valaki? Most nem. Nem tudom, be kell kapcsolni, mert az olyan már neki mentem. Kapcsolatban hozzá lejé. Nekem az olyan tökkörön. Ő Isten őrizi. Ha, ezért jól voltam te. Nem mondja, hogy maga a rendben. Hogy ebből lesz a verje? Nagyon felé van. Beírjatok véleményt, akinek tetszik, az mindenki dobjon egy lájkot, és iratkozzon fel a csatornánkra. Igen, hamarosan lehet, hogy lesz kukoricaaratásról is videó, meglássuk. Ez mindenképpen azelőtt fog kikerülni, úgyhogy nézzétek meg a traktor bemutató videót is. Mert ebben a vlogban nem beszélek megint itt a traktorról. Ebben az oldalában mindenki úgy, jó. Sajnos nem tudom felfogadni sehol a kamerát, de nem baj, jó lesz az így is. A lényeget lehet látni, hogy mi a helyzet a gépbe. Köszönöm, hogy a 10500, és elmondom. Dolgozik, jó, használva a gép. Dolgozik. Használva van most már. Meg csinálok a végén, mindjárt. Megkeret, hogy egyszer-kétszer, nem nézem, hogy áll a kamion fenn. Kicsit bírni, az meg előre elcsapni. De magas időt nem tudom. Kihet én fel egy magas időt rá. Hűtőt, fejlünk majdnem. Gondérhűtést. Általán is szokott állni. Igen. Legyen minden. Szépen megy a váltója. Szépen megyek, fixelve ezt a sebességet, jó. Jó, lemel. Hát ennyit olyan simán felemel. Kérjük semmit, hát ezelőttel kell az ugye mell, mint a nem tudom. Simán. Meg kell csinálni, hogy erre magas időt, hogy több menjen vele. Na most kibillentjük azt, akkor felemel, mert nézem, hogy állt eleje. Tudom, hogy nekik. És akkor ezt tegyük már rá. Meg is ebbe az oldalába tegyed. Tejre. Ide, ami felé ülünk. Így. Megnézem, ameddig van, hogy állunk.
lassan. Megy erre nagyon sok hely. Most nem is gondoltuk azt, hogy erre a kamionra. Nem kell. Így jó pont. Hogy? Hát tegyék ide egy pár kupához, tök előrébe. Tegyék még ide egy pár oda. Képesség nincs, mert nagyobb, mint a kupa. Így 400 kilóval, vagy 4 vázsával. Elég szaporán megyen még így is. Nagyjából egy ilyen 20 tonnás kamion másfél óra alatt rakott meg. Így, ahogy Csabi dolgozik vele, így elég szaporán megyen, jön, megy. Úgyhogy fiúk, akinek tetszett ez a vlog, az jelezze hatalmas lájkkal, és iratkozom fel, kommentben lehet írni véleményeket, meg hasonló dolgokat. Én Dani voltam, bátyám Csabi, aki rakta, meg még rak rá egy pár kupával, azt akkor már, most egyelőre ennyi. Utána megyünk aradni a kukoricát, arra, hogy majd lehet, hogy lesz vlog, nem tudom. Kommentben lehet írni véleményeket, meg minden. És jók legyetek! Jók lehetnek, találkozunk a legközelebbi vlogba. Szerusztok! Én Dano voltam, bátyám Csabi. Szevasztok!